Neka Veszprém Tatabánya. Ezt az utat járta be a férfi junior kézilabda válogatott balátlövője Borzas Uros. A 19 éves zentai születésű sportoló januárban csatlakozott Vladan Matic együtteséhez, amelyet fél évig kölcsönjátékosként erősít. Nem titok, a több játék lehetőség reményében távozott ideiglenesen a bakonyi sztár csapattól. Az új közegben pedig néhány nap alatt felvette a ritmust, és mostanra úgy érzi, mintha már hónapok óta Tatabányán kézilabdázna. Az első eddig nagyon jól teltek, és nagyon jól érzem magam, sikerült beilleszkedni a csapatba mindenképpen, és a srácok nagyon kedvesen fogadtak. Ahhoz kellett, hogy ismerjem őket a pályáról, de nyilván ismertem őket, és nagyon szépen köszönöm nekik, hogy ilyen szépen befogadtak a csapatba. Hát nagyon kevesek vagyunk együtt, de amit tudtam róla, meg amit látom edzésen, olyan ilyen nagyon intelligens játékos, ami nagyon pozitív dolog, ilyen kombinatív játékban nagyon hasznos gyerek, ami még plusz ilyen, hogy bátor gyerek, nem fél senkitől. Amit marad neki, ez a sok munka, erősödni kell. Taktikailag nagyon sok tud a kézilabdáról, pedig csak 19 éves van, ami neki kicsit le van marad, nem lemaradás, ilyen 199 centi, akkor egyetemünk, hogy a lábmunka, védekező munka, ezt kell megjavítani, és akkor topjátékos. A bemutatkozása nem is kellett sokáig várnia. A Balatonfüred ellen megnyert idegenbeli bajnoki rangadón nagy lendülettel szállt be, és 4 gólt szerzett. Pontosan annyit, amekkora különbséggel győzött a csapat. Biztos, hogy nagyon nagy élmény volt számomra bemutatkozni pont a Balatonfüred ellen, ami egy rangadónak számít, és tényleg nagyon jól éreztem magam a pályán, és meg szeretném köszönni a mesternek a bizalmat, remélem éltem vele, és elégedett vagyok azzal a meccsen mindenképpen, és bemutatkozással is. Milyen fiatal játékos olyan bátran beszáll ilyen rangadót, és majdnem eldönteni a meccs, ez nem kicsi dolog, ez is mutatok, hogy benne van nagyon nagy potenciál. A csaknem 2 méter magasra nőtt balátlövőnek különösen fontos volt a sikeres debütálás, hiszen hosszú kihagyás után térhetett vissza a pályára. Mindenképp kellett egy ilyen jó mérkőzés, hogy lendületet adjon, és hogy érezzem azt, hogy tudok játszani NB1-ben is, és sikerült is, hál' Istennek, és plusz az, hogy sérülésből jöttem vissza, és nagyon ki voltam éhezve már a pályára, meg labdára, a meccsekre, meg az egész dologra, ami ott folyik bent a pályán. A következő hónapokban pedig minden lehetőséget kihasználna, amit a szakmai stábtól kap. Pláne, hogy a rendszeres NB1-es szereplés mellett a nemzetközi porondon is bizonyíthat. Minden jobb eredményt elérni az EHF kupában, és ugye megszerezni a harmadik helyet a bajnokságban, ez a csapatnak a célja, és a klubnak is nekem meg, hogy éljek a játék lehetőséget, amit kapok a mestertől, és fejlődjek amennyire csak tudok. A Tatabánya mellett pedig a junior válogatottban is fontos szerep hárulhat Borzasra. A nemzeti csapat a tavalyi korosztályos EB-n egyenes ágon kvalifikálta magát a nyári U21-es világbajnokságra, amelyen a játékosok szépen búcsúznának el az utánpótlás éveiktől. Ez az utolsó korosztályos világversenyünk, hát minden jobb eredményt szeretnék elérni. Most nem emelem ki egy dobogó helyet, de készülünk, egész éves folyamat van. Tudunk játszani az EB-1-es csapatok ellen is, ami hatalmas lehetőség, hogy fejlődjünk, és remélem, hogy minden jobb eredményt tudunk elérni kint a spanyolországi VB-n. A felnőtt válogatott egyik szakvezetőjeként a januári világbajnokságot megjárt Maticot arról is megkérdeztük, mi emeli ki fiatal játékosát kortársai közül. Ez a szuper intelligencia, meg ilyen szuper megoldások, amik senki nem várott, tud meghúzni valami váratlan lövés, vagy a pász, aki senkit más nem tud megcsinálni. Uros a klubváltás előtt másfél szezont töltött a Telekom Veszprém csapatában. És bár az élvonalban elvétve kapott lehetőséget, rengeteget tanult abban az időszakban is. De az is egy hatalmas élmény volt számomra, hiszen edzettem a Veszprém felnőtt, ahol a példaképeim játszanak, és őket néztem a tévében. Akkor meg velük edzettem, és ez olyan nagyon furcsa dolog volt először, de amikor úgy jól ment edzéseken, az is egy nagyon nagy önbizalmat adott az NB1-B-s mérkőzéseken. És pályán nagyon sok mindent tanultam, de inkább azt emelném ki, hogy a pályán kívül tényleg úgy viselkednek, mint a más emberek. Tehát igaz, hogy hatalmas sztárok, de a pályán kívül nagyon, nagyon normálisak, és a földön vannak. A pályán meg az, hogy hát nyilván nagyon rutinosak, és kihasználják minden lehetőséget, ami előttük van.
de az alapokat a Nemzeti Kézilabda Akadémián kapta meg. Azt mondja, a balatonboglári évek nélkül nem jutott volna el oda, ahol most tart. Úgy gondolom, hogy az volt a legfontosabb időszak az eddigi karrierem során, mert ott ugye fizikálisan, meg kézlabda ügyileg is fejlődtünk nagyon sokat. Azt meg kellett mondanom az egész alapnak az én pályafutásomnak, hogy ott kezdődtem minden felfelé menni, aztán most reméljük, hogy ennél feljebb is tud majd.